Csapóindul. És tessék! Kedves nézőink és rajongóink! Dobánypapa szombaton, jövő héten szombaton elindul Rábszigetre, Horvátország Rábszigetére, de rokonokkal megy. De ő nem fér föl a kocsiba, ezért vonattal megy a Rábszigetre. Nem, még nem is utazott Magyarországról senki se a Rábszigetre vonattal, mert bonyolult az utazás. Papa először vág neki úgy, hogy a déli pályaudvarról szombaton este 27-én 20 óra 30 perckor a nemzetközi vonattal elmegy Ljubljanáig, a vonatot ott szétszedik, egyik része megy Kóperba, a másik része pedig Rijekába. Reggel érkezik meg Rijekába a vonat, és ott papa hajóra száll, és hajóval megy a Rábszigetre, Lopár üdülőbe, San Marino kempingbe. Itt vannak a szabad jegyek. Máj szabad jegyek megvannak. Szabad jegyek megvannak. Horvát, szlovén, még olasz szabad jegyet is vettem, hogyha unatkozok, átmenjek. Ezek a szabad jegyek. Nézzük meg, hogy mennyi pénzzel indul el a papa. Vannak kunák. 100 kuna, 120, 140, 160, 170, 240, 340, 440, 540, 590, 610, 630, 650, 670, 680, 700, 740, 760, 770, 780, 790, 800, 840 kuna. Nézzük meg, mennyi euró. Itt még van. 840 kuna. De a papa biztonság kedvéért visz még eurót is. Nézzük, mennyi eurót visz a papa. Nézzük csak meg. 50, 100, 150, 170, 190, 195, durván 200, 200 euró. 200 euró, 1 euró az 300, ez 60 ezer forint. 60 ezer forint. Szerintem mennyi? Meg is mondtam, hogy hány száz kuna? 800 kuna, 1 kuna az 40 forint, 800-szor 40, az 32 ezer forint. Tehát majdnem 70 ezer forinttal indulok el a tengerre. Hát röviden ennyit. Kicsit félek az utazástól, hogy nem-e baj történik. Meg kell kötnöm a biztosítást. Nem-e a vonat kisiklik. Nem-e a hajó elsüllyed.